Szia Podcast! Misztikum övezi, megfoghatatlannak tűnhet. Az alkalmazott kineziológia több évtizedes tudományága mozgástant jelent, és a testünkben lévő görcsös izmok gyenge ellenpárját próbálja aktiválni. Alternatív pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó készség, képesség és személyiségfejlesztő módszerről van szó. Tudtátok, hogy az agyunk sejtes memória szinten 7 generáción át őrzi a családi történések lenyomatait? Az etére megnyilvánuló otthonról hozott rejtett mintákkal teli batyunkkal pedig dolgunk van, ha tetszik, ha nem. Hatalmas a felelősség rajtunk, hogy elkezdjük-e feldolgozni a múltban felhalmozódott olykor akár generációs stresszt, vagy áthárítjuk ezt a gyerekeinkre. Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Trencsik Lenkával beszélgetek most, aki 7 éve foglalkozik kineziológiai oldásokkal. Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. Én is a minap próbáltam közelebb kerülni a témához, és részt vettem egy oldáson, úgyhogy most bennem nagyon buzognak a friss érzések és gondolkodnivalók, úgyhogy első körben arra lennék kíváncsi, hogy neked mi volt az a személyes történet, ami miatt a kineziológia felé fordultál. Az én személyes történetem még valamikor kiskoromban, kislánykoromban kezdődött. Olyan 3-4 éves lehettem. Igazából erre az időszakra nem emlékszem, de hogy a fotókról is, ha megnézem a fotókat, családi fotókat, folyamatosan egy kis morcos, egy ilyen duzogó kislányt láttam a fotókon, amit akkor nem értettem, sőt, ahogy növekedtem, cseperedtem, pubertális korba kerültem, akkor sem értettem még, és igazából amikor elkezdtem tanulni a kineziológiát, akkor értettem meg, hogy miért volt bennem annyi düh, harag, negatív érzelem, mint amiket ott akkor tápláltam magamban. Volt esetleg más módszer is, amit először kipróbáltál, míg eljutottál a kineziológiához? Nem volt semmi. Igazából az interneten keresgéltem, böngésztem, mert hogy olyan kilátástalan volt az élethelyzetem, az akkori helyzetem, mert itt ugye felnőttként, hogy egyszerűen nem találtam a kiutat. És ugye elkezdtem keresgélni az interneten, és akkor találtam a kineziológiát, amit fogalmam sem volt, hogy mi is valójában, és akkor találtam Magyarországon egy kineziológust is, meglátogattam. És akkor innen alakult át, hogy először elmentél, mint kliens, és utána úgy gondoltad, hogy akkor szeretnél ezzel komolyabban is foglalkozni? Nem, tulajdonképpen itt kezdődött az én történetem, tehát folyamatosan szorongtam, féltem, haragudtam nem csak önmagamra, hanem az egész világra. A kapcsolataim azok olyanok voltak, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nem tudom a számomra megfelelő partnert megtalálni, és úgy éreztem, hogy így kapom szépen sorjába pofonokat az élettől, és már valahogy úgy éreztem, hogy elegem van ebből a helyzetből, és itt jött elő az a kép is, amit gyermekkoromban így láttam magamról, hogy folyamatosan morcos voltam. Miért is haragudtam a férfiakra? Miért nem bíztam bennük? Miért nem bíztam önmagamba? Tehát ez egy ilyen önbizalmi kérdés is volt. És akkor ugye már jobbában jártam kineziológushoz is. Egyetlen egy dolgot tudtam, hogy ez segít nekem. Tehát nem érdekelt az, hogy mi csinál, mi történik maga a folyamatban. És hát ugye eljött az az idő, tehát ezt az egész nehéz időszakot, amikor jöttek ezek a pofonok az élettől, megkoronázta egy munka elvesztése is, és akkor ültem le és gondolkoztam el azon, hogy jó, hát akkor Lenka, itt valamit kellene tenned. Mi az a tehetség, mi az a tudás benned, amivel érvényesülni tudnál, és úgy segíteni az embereken, mint ahogy én is megkaptam azt a segítséget, amit akkor kaptam, amikor legnagyobb szükségem volt rá. És több módszere is van ugye a kineziológiának, például a One Brain módszer az, amit például rajtam is alkalmaztál. Mi az, amivel még foglalkoztok, és ez a One Brain, ez miről szól? Hogy így a nézők is értsék. Gyakorlatilag a kineziológiának a kettő ágazatát használom praxisban. Egyik ugye az említett One Brain, amit egy vagy egységes adnak fordítunk le. A One Brain tulajdonképpen a lelki problémákra fókuszál. Itt ezzel foglalkozunk. A One Brain tulajdonképpen
Ha egy picikét így jobban bele akarunk menni, azt jelenti, hogy integrációs agy, tehát minden embernek van egy jobb és bal agyféltekéje, és amikor stressz helyzetben vagyunk, akkor tulajdonképpen a bal agyféltekénk az egy úgynevezett ilyen túlélés üzemmódba kapcsol, és megszakad a kommunikáció. És hát ugye ezzel a jobb agyfélteke nem tud mit kezdeni, nem tudunk helyes döntést hozni abban a stressz helyzetben, nem tudunk helyesen viselkedni, és hát pontosan erről szól a maga a módszer is, úgyhogy olyan gyakorlatokat, korrekciókat végzünk az oldás folyamán, amik ugye egyensúlyozzák a két agyféltekét. Uh-huh. És akkor a másik módszerről is, hogyha mesélnél egy kicsit? Uh-huh. Aki követi a munkásságomat, tudja, hogy nagyon szeretek a gyerekekkel együtt dolgozni, és a Brain Gym, a kineziológiának másik ágazat, amit ugye használok praxisban. A Brain Gym az nagyon széles spektrumú ágazat, de javarészt a gyerekeknél használom, mert hogy a gyerekeknél gyakran előfordulnak a működési zavarok. Ha párat így megemlíthetek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, és ezek a működési zavarok ugye nagyon szorosan összefüggnek az gyerekeknek az érzéseikkel, tehát ezeket nagyon szépen lehet korrigálni, tehát a agytornával, ugye a Brain Gym, ha lefordítjuk, agytorna, és ezzel a módszerrel nagyon szépen lehet korrigálni ezeket a zavarokat. Uh-huh. Most itt eszembe jut az, hogy velem amit csináltál, hogy ugye fogtad a kezemet, és nekem negatív és pozitív érzésektől függően fellejártak a kezeim, mert úgy válaszoltak az izmaim. Hogy erről meséljél egy kicsit, hogy akkor mi is történik egy ilyen oldás folyamán a felnőtteknél, és mi történik aztán a gyerekeknél, hogy ott miben különbözik a módszer. A Van Brain módszernek, amin te is részt vettél, az egyik alapillér az izomtesztelés. Enélkül nem oldás az oldás, tehát amikor eljön a kliens, és ugye találkozunk, azt ugye oldásnak hívjuk, és az izomtesztelés az, ami a legfontosabb ebben a módszerben. Az izomtesztelés az úgy történik, hogy ugye nagyon gyenge, enyhe kis nyomást gyakorolok a kliens alkarjára, és a stressz helyzetben az izom az elgyengül. Tehát mondok egy példát, valaki felhív téged telefonon, és közölni akar veled egy rossz hírt, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen automatizmus, az a reflexe, az a reakciója az embernek, hogy az izm az tulajdonképpen elgyengül. És ez történik ekkor is, tehát tulajdonképpen amit én csinálok, stresszt tesztelek a kliensnél. Fordított esetben, ugye amikor pozitív gondolatok, érzések vannak, akkor az izom az feszesen tart, és tulajdonképpen így kapom meg a válaszokat a klienstől is. Tehát amikor negatív érzés van, negatív gondolat, akkor tulajdonképpen az izom az elgyengül, és fordított esetben pedig megtart. Uh-huh. És mi az a leggyakoribb elakadás, amivel meg szoktak téged keresni? Tehát azért most már a 7 év alatt biztos, hogy van egy ilyen visszatérő probléma, amivel így eljutnak hozzád az emberek. Uh-huh. A leggyakoribb problémák, amivel megkeresnek az emberek, párkapcsolati problémák, munkahelyi problémák, önbizalom hiány, önértékelési problémák. Ez nagyon sok minden lehet. Tehát lehetnek egyébként, megkeresnek fizikai problémákkal is, de hogy ugye nagyon fontos tudni, hogy a kineziológia nem gyógyításról, nem gyógyításról szól, hanem stresszoldásról. Tehát lehet a beteg klienssel is dolgozni, hogyha fizikai megbetegedésről van szó, de ott a hozzá kapcsolódó érzelmi stresszt oldjuk. Tehát, hogyha valaki megkeres egy bármilyen betegséggel, akkor a hozzá kapcsolódó stresszt tudjuk oldani. És te mit érzel olyankor, amikor felteszed ezeket a kérdéseket, és ugye megérkeznek ezek a néma válaszok, ami alapján így a testem adja a reakciót, de hogy te is kapsz valami intuitív válaszokat, hogy olyankor benned mi zajlik le? Tehát, hogy olyankor te mit érzel? Uh-huh. Vagy mit látsz? A válaszokat ugye, mint az előbb is elmondtam,
vagy erős izom választ kapok, vagy gyengét. És ahogy a kliens, ugye, amikor eljön hozzám a kliens egy oldásra, ugye megfogalmazza azt, hogy mi az ügye, mi a problémája, mi az, amit szeretne megoldani. És ezt már az oldás elején is szépen tesztelem. Tehát, hogy milyen érzések kapcsolódnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy esemény, ami miatt ugye a kliens megkeresett engemet, és vannak ehhez az eseményhez hozzá kapcsolódó negatív érzelmek, tehát érzések. Ezt a kettőt, hogyha nem tudjuk szétválasztani, akkor tulajdonképpen az történik, hogy következő esetnél, amikor történik egy hasonló szituáció, hasonló, nem ugyanazokkal az emberekkel, ugyanúgy bekapcsol. Tehát azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy van egy piros gombunk, nyomogombunk, és akkor az a adott érzés ezt így kihozta belőlünk. Ugye? Csak ezzel nincs is gond. Azzal van gond, hogy ugye nem tudjuk szétválasztani, és ahányszor ez megtörténik, mindig hozunk, társul hozzá még plusz negatív érzést. Tehát tulajdonképpen ezzel van a probléma. És ezt kell oldani. És van olyan, hogy te esetleg jobban tudod a választ, mint maga a kliens, mivel hogy te egyet tudatosabban láthatod át, akár azért, mert kívülről nézed az adott ügyet, vagy akár azért, mert több rálátásod van a tapasztalataid alapján, hogy van olyan, hogy te jobban tudod, amikor felteszel egy kérdést, hogy mi a helyes válasz? A kliens tudja a lehető legjobban, hogy mi a helyes válasz. Tehát attól függetlenül, hogy ugye elmondja, mi a problémája, és én kívülállóként teljesen másképp látom az ő problémáját, de hogy még ha van is véleményem, az az én szubjektív véleményem. Tehát a minden egyes oldás, egy foglalkozás a klienssel, az kliens által vezetett. Tehát ott én nem hozok döntéseket. Nem mondok javaslatokat, nem adok semmiféle javaslatot, esetleg bármit is. A kliens maga tudja a választ is, meg a megoldást is. Csak és előhúzott belőlünk. Az én feladatom az, hogy tulajdonképpen kihozzon belőle. Kihozzon belőle, és legyen tisztában azzal, hogy mindig van választási lehetősége. Igen, ez egy nagy tanulság volt nekem is. Igen, és ugye úgy tartják, hogy hogy az izmok válaszolnak, ugye a hazugságvizsgálók is ezen a módszeren alapulnak. Hogy van olyan, hogy te látod, hogyha a kliens hazudik? Tehát, hogy most azért nyilván az emberben megvan ez, hogy a pszichológust is sokszor meg akarjuk vezetni, meg itt... Tehát, hogy így nem akarjuk felvállalni, hogy mi az igazi probléma, hogy nem akarjuk kimondani a dolgokat, hogy van olyan, amikor te látod, hogy na, ott még van valami rejtett dolog, csak az ember vagy eltakargatja, vagy hazudik róla, és elhallgatja, hogy nem tudom, hogy ebbe mennyire van röntgen szemed, vagy röntgen érzésed. Semmilyen ilyen rejtett tudásom, vagy ilyen dolog nincs bennem. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Amikor izomtesztelek, akkor tulajdonképpen én úgy szoktam magyarázni, vagy elmondani, megértetni a klienssel az izomtesztelés, hogy ami ott történik, az az elme és a test párbeszéde. Ez nagyon fontos. És az a helyzet, hogy sokszor az elme tagad. Nem csináljuk tudatosan, de hogy tagad. Viszont a test az jelez. És én pontosan ezeket a válaszokat kapom, és én azt gondolom, hogy van olyan tudatos az a kliens, aki ugye már eldönti, hogy eljön egy ilyen foglalkozásra vagy oldásra, hogy nem azért jön, hogy én most azt tesztelgessem, hogy ő most hazudik, vagy nem, tehát van annyira tudatos, hogy azért jön, hogy elinduljon az önismereti útján, és hogy jót tegyen önmagára, jól jobban érezze magát. Van ugye egy ilyen barométer, ami ott lóg az irodát falán, amin ugye tudatos, tudatalatti és testi szintekhez mérten vannak felírva állapotok, tulajdonságok, érzések, és e között a három sík között mozgunk valahogy, hogy ezt egy kicsit el tudnád magyarázni, hogy ott így mi történt akár velem is, mert ugye nem biztos, hogy úgy szavakba tudnám önteni, ahogy te el tudod mondani. Igen, tehát úgy, mint ahogy mondtam, a kineziológiának van egy nagyon fontos alapillér, az izomtesztelés, és a második alapillér az a viselkedési barométer. A viselkedési barométer egy nagyon jó eszköz ahhoz, hogy az érzelmeket kiteszteljük a kliensen, hogy is érzi magát, akár a jelenben, akár a múltban. És úgy kell elképzelni, azok, akik még egy ilyen barométert mondjuk nem láttak, hogy van egy jobb, meg egy bal oldala. A jobb oldalon vannak a negatív érzések, a bal oldalon pedig a pozitív érzések.
És tulajdonképpen kitesztelem a kliensnek azt, hogy hogy is érzi magát. Javarészt egyet szoktak érteni azzal, hogy ó, oké, tényleg úgy érzem magam, ahogy kitesztelted a barométeremet. Néha nem, de ezzel sincs gond, mert hogy az oldás végén úgy is látja az összefüggéseket, és megérti, hogy aha, hogy valóban így érzem magam. Úgyhogy igen, ahogy mondtad, a barométernek van egy tudatos, tudatalatti és testi szintje, tehát a tudatos szint az, amikor pár nap, tehát most nem régiben történt dolgok, és akkor most itt a jelenben így érzem magam tőle. Ezeket a problémákat, hogyha az ember nem oldja meg magában, akkor lenyomja a tudatalatti szintre. A tudatalatti szint, hogyha nem tud ezzel mit kezdeni, és ott van már napok, hetek, hónapok, évek ott, akkor azt tulajdonképpen lenyomjuk a testi szintre, és a testi szinten meg sajnos, vagy nem sajnos, de ez már egy bizonyított tény, hogy manifesztálódik fizikailag. Tehát először csak szúr, valami begyullad, tehát ilyen akut probléma, majd krónikus és fizikai megbetegedés az, ami történik. Hát és ez ugye ki is szokott általában derülni, hogy ami a kineziológusnál beigazolódik, az aztán orvosi szinten is ezeket a testi dolgokat alá lehet támasztani. Mennyire fűződik egyébként össze a munkátok pszichológussal, vagy van olyan, akivel így együttműködtök, vagy mondjuk tovább külditek, vagy azt mindig a kliensnek kell amúgy eldöntenie, hogy akkor mennyire járja végig ezt az utat, ami ott mondjuk megfogalmazódott. Gyakran előfordul, hogy szükséges terápia, a terápiás foglalkozás, akár pszichológus, akár pszichiáter segítsége, tehát ez nem kizárt. És azt mondom, hogy igenis fontos és szükség van az általános orvoslásra is, és akár ilyen szakemberekre, mert addig, amíg az ember nem vállal felelősséget önmagáért, nem tud vállalni felelősséget önmagáért, addig ezt mindenképp egy olyan szakember orvosolja, akinek a kompetenciájában van. Úgyhogy amikor már olyan állapotban van a kliens, hogy igenis tud vállalni felelősséget önmagáért, lehet jönni, igen. Tehát lehet foglalkozni az érzéseivel, lehet oldani azt a stresszt, amit még mindig akár érzékel, akár gyógyszerkezelés alatt is. Érdemes egyébként, ugye én úgy gondolom, hogy több szakembert is esetleg felkeresni, akár coachot, akár mentálhigiénés szakembert, akár kineziológust. Említetted ugye, hogy csak arra figyeljünk oda, hogy ne nagyon keverjük, mert hogy aztán nem fogjuk látni, hogy mikor melyik helyzetben melyik működik, vagy nekünk mi válik be. Te ajánlod ezt, hogy végigjárni ezeket a többféle dolgot, vagy az ember, hogyha egynél érzi, hogy akkor ez most működik, akkor ott meg kéne állni, és akkor azt így végigpörgetni, és lehet, hogy már az megoldja a problémáját, vagy lehet, hogy más aspektusokat tud mondani egy másik típusú szakember. Vagy megválaszoltam a kérdésemet. Oké. Én azt gondolom, hogyha valaki elkezd egy folyamatot, akkor azt csinálja végig. Tehát ne keverje módszereket, egyiket, másikat. Tehát épp ma volt egy kliensem, aki még a kineziológia előtt volt mondjuk egy másik módszert, de hogy kipróbált mást is, és ezzel nincsen probléma, de hogy azt csinálja végig, és ott volt több kezelés is, és úgy érezte, hogy valamiért szeretne kipróbálni egy másik módszert is, hogy mi az, amit ad neki. Tehát nincs azzal gond, hogyha más módszert is kipróbálunk, azt próbáljuk meg, amihez hívást érzünk, és amiben úgy érezzük, hogy ez valóban tud nekem segíteni. És ha nem, akkor meg lehet menni tovább, ki lehet próbálni mást is, csak hogy adjunk ennek teret és időt. Tehát ezt így próbáljuk végigcsinálni, ezt a folyamatot. Szerinted van ebben egy lépcső, hogy melyik szakember után kikövetkezik, hogy akkor mi az, ami a legenyhébb, és akkor utána, ha már azon túljutottunk, akkor megértünk a következőre, hogy lehet ebben egy lépcső, vagy annyira elkülönül az összes ilyen önismerettel kapcsolatos módszer, hogy igazából ez mindegy. Azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni. Tehát ki mit érez ott legbelül. Tehát, hogyha az önismeretet még szeretné akár mással kabatoztatni, és még másban is szeretne, mást is szeretne kipróbálni, tegye úgy. Tehát itt nincs egy határ.
azt gondolom. Tehát mindenki próbálja megtenni önmagáért a lehető legtöbbet. Én is mai napig képezem magam, és ha úgy érzem, hogy van esetleg egy olyan módszer, amit még pluszban kipróbálnék, miért ne? Uh-huh. Tehát kíváncsi vagyok én is, hogy mi az, amit az a másik módszer tud nekem adni. De hogy valamiért folyamatosan úgy érzem, hogy, hogy visszalépek a kineziológiához, vagy visszamegyek a kineziológiához, és valahogy úgy érzem, hogy a szívem csücske, uh-huh. mert nekem segített, és látom, hogy a többieknek is. Uh-huh. Mi volt esetleg az a legdurvább ilyen felismerés, amit így sikerült, amivel így sikerült meglepned a klienset, hogyha ilyen konkrét példát esetleg nyilván név nélkül, hogyha tudsz mondani, hogy arra nagyon rácsodálkozott az ember, hogy na hát akkor ott van az elakadásom, hogy annyira nem tudatosította. Uh-huh. Mindenkinek a saját problémája a legnagyobb problémája. Tehát amikor eljön egy kliens oldásra, akkor hogy nagyjából tudja, hogy mi az, amivel szeretne foglalkozni, néha nem, vagy néha hoz mondjuk több problémát, vagy több ügyet, de hogy azt gondolom, hogy ilyen esetekben arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit már valóban megérett arra, hogy igenis foglalkozzak vele. És akkor abban tulajdonképpen segítséget kap tőlem, és végigviszem ezen a folyamaton. És valaki csak ilyen általánosan, hogy így nem tudja, hogy mi az, ami nem stimmel, csak érzi, hogy nem jól van a bőrében, hogy akkor ott tudsz valami olyan építő jellegűt kezdeni vele, aki még maga se tudja, hogy mi a problémája, hogy ott mi a protokoll. Mert hogy így tök jó, hogy én így meséltem, hogy akkor nekem mi az, ami, mert nyilván azzal legyen hatékonyabb dolgozni, amit már én tudatosítottam, és akkor tudom, hogy ezt tök jó lenne megoldani, vagy kideríteni, de hogyha valaki csak így fészkelődik. Akkor úgy azzal, hogy... Ez is előfordul. Elég gyakran, hogy nem találom a helyemet. Nem tudom, hogy merre van az én utam. Mi az én megoldásom, mert hogy annyira mély gödörben érzi magát az ember, hogy egyszerűen a kilátástalannak érzi, vagy látja a helyzetét, az élethelyzetét. És ugye, amikor a kliens eljön hozzám, először beszélgetünk. Beszélgetünk, elmondja, hogy mi a problémája, de ha még jó maga se tudja, nem csak arra figyelek ilyenkor, hogy mi az, amit mond, hanem azt is, ahogy azt mondja, milyen a hanglejtése, milyen a testtartása, figyelem a szerkezeteit, tehát több mindent megfigyelek ebben az időben, és ezt követően ugye következik az előzetes kiegyensúlyozás a kliensnél, tehát úgymond kiegyensúlyozom a klienst, az a stressz, tehát jön az izgalommal, még nem volt, meg egyébként is ezek is már egy picikét úgy megközelítik az ő ügyét, és tudok neki úgy picikét közelebbről meglátni azt, hogy aha, hogy akkor ez lehet az én problémám. Tehát tulajdonképpen ő mondja ki, de hogy így rávezetem. Tehát én kívülállóként mindig másképp látom. Hát meg mindig általában legyen jobban látja az ember kívülről a problémát. Volt-e valami olyan szituáció, amikor mondjuk le kellett állni, mert kikészült tőle a kliens. Már csak azért, mert nekem is volt ugye olyan, hogy elindult a könnyem, vagy volt olyan, hogy megszédültem. Tehát, hogy mi az a pont, aminél azt mondod, hogy vagy szünet, vagy most fejezzük be, és térjünk rá vissza egy következő alkalommal, hogy ezek így hogy nyilvánulnak meg a gyakorlatban. Uh-huh. Ugye te is érzékeltél egy ilyen fizikai tünetet az oldás elején. Mindig megkérem a klienst, hogyha bármit észlel, bármilyen akár fizikai változást is magán, vagy akár érzelmi téren is, azt jelezze felém. Tehát, hogyha ilyet észlel a kliens, akkor vagy megfogom a homlokát és tarkóját, ennek is megvan a maga miértje, ott van egy pohár víz, iszik vizet, átlélegezzük, és utána tudunk tovább dolgozni. Előfordul az is, hogy a kliens olyan rossz lelki állapotban van, hogy egyszerűen azt az időt, amit nálam tölt, azt végig sírja. Hozzáteszem, nem a zsebkendők mennyiségében rejlik az oldás sikere, tehát ez nagyon fontos elmondanom, hanem inkább az, hogy megkönnyebbüljön, hogy letegye azt a terhet. Van, akinek pontosan erre van szüksége. Uh-huh. Azzal nyilván nem tudunk úgy dolgozni, azok lépések szerint, ahogy ugye az oldásban csináljuk a dolgunkat, de hogy erre teret adunk. Teret adunk, mert szükség. Tehát
Egyéni. Mint általában minden egyébként, azért nyilván itt akarok itt nagyon konkrétumokat, meg minden, de hogy amúgy meg nem lehet, tudom. És van erre valami recept, hogy mit kellene érezni akkor, amikor részt vettünk ezen az oldáson, és akkor kilépünk tőle, és akkor ez a finom hangolás elindul, hogy oké, okay, akkor most tudatosítottunk dolgokat, hogy akkor a, no, tehát a tudatalattiból áttettük a tudatosba, vagy a testi tünetből akkor megpróbáljuk áttenni a tudatosba, hogy van-e valami ilyen konkrét érzés, hogy ilyen könnyebbnek érezni magunkat, vagy csak elég, hogyha gondolkodunk azon, hogy mi történt ott, és akkor ventilálunk, hogy mik a visszajelzések, hogy mit szoktak érezni az oldás után a kliensek. Nagyon fontos, hogy az oldás végén a kliens tudatosítja azt, hogy jött egy problémával, ami ugye jelenben megnehezíti az életét, és akár hogyha volt lehetőségünk és volt engedélyünk a múltban, a konkrét, a legmegfelelőbb korban megvizsgálni azt, hogy az az érzés, ami jelenben problémát okoz neki, az a múltban mit okozott neki. Tehát ugye mondtam, hogy az esemény és a hozzá kapcsolódó negatív érzés, és ez ugyanígy történik az oldásban is, hogy az oldás végén a kliens tudatosítja azt, hogy hogyan függ össze a múlt a jelennel. És ha ezt ott tudatosítja, akkor innentől kezdve ez már egy ilyen folyamat. Tehát ez nagyon egyéni, hogy ki mit érez. Te mit éreztél, ha így megkérdezhetem? Én azóta nagyon gondolkozok egy csomó mindenen, amin, hogy így másik oldalról kellene megfogni, meg hogy ugye kimondtam olyan dolgokat, amit akkor lehet, hogy nem is ez a bajom, hanem az a bajom. Szóval, hogy eleve a megfogalmazás, meg hogy a probléma megközelítésnek egy másik oldala, és csinálom a gyakorlatot is, amit okay. mondtál, úgyhogy hát nem naponta háromszor, mint ajánlottad, de azért az a kettő, azért ez megvan, annyiszor eszembe jut. És... hát én konkrétan azt érzem, hogy igen, itt még azért van mi, tehát, hogy ahogy említetted, hogy egy 2-3 alkalom azért kell ahhoz, hogy mélységeiben tudjunk foglalkozni egy problémával, és annak ellenére, hogy 2 órát terveztünk, és 3 órát voltam, és észre se vettem, hogy 3 óra már eltelt, szóval, hogy akkor is kell, úgyhogy... Itt azért igen. Hozzátenném, hogy ugye azért volt ez, azért tartott ez olyan sokáig, mert hogy voltak neked azért kérdéseid, mert... Ja, hát nekem mindig vannak, persze! Tehát ez azért nem így zajlik, nem így történik, mert hogy ugye azért mondhatni, hogy egy ilyen 2 óra plusz-mínusz, hogy picikét tovább eltart, de hogy a kliens is nagyon el tud fáradni tőle. Tehát ez a 3 óra, ez azért tartott ilyen sokáig, mert ugye neked voltak kérdéseid is közben, tudtad, hogy majd jövök, uh-huh. és hogy beszélünk majd erről a témáról, és hogy azért próbáltam neked magyarázatot adni is azokban a bizonyos szituációkban, hogy ez most miért, uh-huh. stb. Tehát így azért... Mások nem kérdeznek amúgy? Vannak, akik igen, de hogy neked erre teret adtam. Köszönöm. De hogy azért hogyha jön egy ilyen kérdés, akkor én azt próbálom felírni, és az oldás végén, ha marad idő, tehát hogyha... Ja, tényleg mondjuk, ezt mondtad is. Igen. Tehát hogyha nem jön kliens után, akkor ugye még van terem, időm, és elmondom neki, kap választ uh-huh. tőlem a kliens. Tehát az sem szeretném, hogy úgy menjen el, hogy van egy kérdés benne. Tehát uh-huh. azt próbálom megválaszolni. De hogy nem biztos, hogy én teret hagyok ott az oldás uh-huh. közepette, vagy bármikor máskor. Tehát a végén. Uh-huh. Jó, és akkor most bemutatnánk az izomtesztelést, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. A kincsön elvégeztem egy előzetes kiegyensúlyozást, hogy azért tudjam is őt tesztelni, és ne legyen blokkolva. Úgyhogy most bemutatnám, hogy is működik ez a gyakorlatban. Kérem szépen a karokat. Arra kérlek most, kincső, hogy gondolj a kedvenc ételedre. Oké. Okay. Beszélsz nekünk róla, hogy milyen a kedvenc ételed? Sushi. Imádom, bele tudok fulladni. Lát, hogy ez meglepő, de nagyon okay. szeretem. Milyen sushi? Mit tartalmaz ez a sushi? Nyers lazacot. És uborkát, és tonhalat, és újhagymát, és bambino sajtot, és akármit, úgyhogy okay. nagyon sok minden. Csirkét nem teszünk bele. Bár okay. azt is szoktam, de nem. A klasszikus. Oké, okay. Tehát a sushi a kedvenc ételed, ha most itt kitenném az asztalra, szívesen... Akkor 35-öt megennék belőle simán. Jó, rendben van. Tehát az a lényege, hogy amikor az izom tart, itt most ugye egy pozitív dologról van szó, tehát az izom tart. Ellenkező esetben, most leengedem a kezedet, azt kérem tőled, hogy gondolj esetleg egy olyan ételre, ami számodra kevésbé
Finom. Tehát, hogyha most ide kitenném eléd, akkor azt nem ennéd meg. Van-e olyan étel? Igen, a tojásos leves és a szagától sem. Tojásos leves, oké. Okay. Tojásos leves, oké. Okay. Akkor kérlek gondolj erre a tojásos levesre, vagy esetleg a kovásztos uborkára. Igen, fúj, az a másik. Aha. Oké. Okay. Tehát látjátok azt, hogy a keze folyamatosan lemegy? Nagyon-nagyon gyengén nyomom le a kezét. Tehát az előbb hiába nyomtam, nem ment. De itt a tojásos levesnél teljesen lement a keze. Jó? Visszahúzom, és akkor azért próbáljuk visszahozni ezzel a pozitív érzéssel. Jó? Tehát akkor gondolj kérlek a sushira. Jaj, nagyon jó. És legdurva, hogy ugyanúgy fogad, és nem? Igen, tehát az izom tart. Köszönjük szépen. Te hány oldást bírsz el egy nap? Mert ugyebár azért belőled is valószínűleg jócskán kivesz az, hogy mások problémájával foglalkozol, és egyáltalán hogy tudsz aztán töltekezni, hogy a következő napot is bírd? Szóval ez a fáradtsági szint és visszatöltés. Ez hogy működik nálad? Az optimális az a három ember, három kliens. Az így kényelmes számomra. Talán az szokott elfárasztani, hogy én ugye utazok, és akkor még az út hazafele, de egyébként nem fáraszt el, mert hanem ugye akkor fárasztanál az egész, hogyha engem érintene az az ügy, de hogy mivel ezeken a lépcsőfokokon én már végigmentem, és nekem kötelező volt ezeket az oldásokat végigcsinálni, és részt venni rajtuk, így engem nem érint a kliensnek az ügye, tehát engem nem fáraszt el, de a válaszom az, hogy ez a három kliens naponta az így oké. Okay. És a töltekezés? Igen, igen. A sport. Szeretek futni, jogázok, hullahopozok gyerekkorom óta. Igen, azt akár másfél órát is nagyon szeretem csinálni, akkor nagyon ki tudok kapcsolni, és amit kiemelnék, az a meditáció. Uh-huh. Ez még hozzá ez mondjuk kapcsolódik is, úgyhogy. Uh-huh. Ahhoz, hogy valaki kineziológus lehessen, ahhoz kell egyfajta érzék is, vagy ez egy teljesen tanulható szakma? Uh-huh. Bárki el tudja sajátítani ezt a tudást. Három dologra van szükség. Az első és a legfontosabb az az empátia, tehát legyen együttérzés benned. Nagyon fontos az is, hogy kíváncsi legyél, tehát én is kíváncsi voltam, hogy hogyan is működik ez a módszer. Mik azok a gyakorlatok, mik azok a korrekciók, amik segíteni tudnak, mert ugye van több száz belőlük, és ugye tesztelem a kliensen, tehát az a kíváncsiság nagyon fontos. És az, hogy kitartó legyen valaki, és ott lenne ez a tanulási vágy, mert hogy folyamatosan képezni kell az embernek magát, folyamatosan tanulni és tanulni, mert hogy nem tudom, hogy elége lesz egy élet nekem arra, hogy mindazt megtanuljam, amit szeretnék, de hogy a tanulási vágy is nagyon fontos. Uh-huh. Milyen gyakran érdemes egyébként oldásra járni, vagy kell, vagy szükséges, vagy ezt hogy látod? Vagy ez is teljesen egyéni, hogy kinek hogy van rá szüksége? Uh-huh. Egyéni. Uh-huh. Egyéni. Ezt a kliens érzi. Tehát ezt, amikor befejezzük az oldást, én nem tesztelem azt, hogy most szüksége van, vagy nincs, tehát azt azért így megbeszéljük, hogy szeretné-e még ezt az önismereti utat folytatni. Ha azt mondja, hogy igen, akkor rendben van, ha később, az is rendben van, tehát ezt ő dönti el. És hogyan kell készülni egy oldásra, hogyha még valaki esetleg nem volt? Uh-huh. Nagyon fontos az, hogy önmagára hangolódjon az ember. Tehát, hogy tudja azt, hogy mi az, amiből már elege van, mi az, amit szeretne megoldani, mi az, amiből nem tudott kilépni, kimászni és megoldani azt a konkrét ügyet, és hogy erre konkrétan ráhangolódni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mit érez az ember, amikor ez a stressz jelen van az életében. Milyen viselkedést eredményez ez? Tehát hogyan viselkedik abban a stressz helyzetben? Esetleg érdemes azon is elgondolkodni, hogy mikor alakult ki ez a stressz? Tehát ezekre így jó ráhangolódni, és akkor így, amikor eljön a kliens, akkor szépen hatékonyan tudunk is dolgozni ezen. Mm-hmm. Ez az egyik dolog, a másik, gyakran meg szokják kérdezni ugye az emberek, hogy hogyan öltözzek fel. És akkor azt szoktam mondani, hogy kényelmesen, akár sportosan is. Mert hogy ugye vannak olyan tesztelési pozíciók, amikor
mondjuk, hogyha miniszoknyába jön a hölgy, az nem egy jó ötlet. Tehát azért általában egy deltaizmon tesztelek, de hogy azért jó, hogyha kényelmes öltözékbe jön a kliens. És gyanítom, hogy soha senkinek nem árt egyébként erre az útra rálépni, és mindenkire ráférne, de mégis mi az a pont, amikor azt mondod, hogy na, most már ideje egy kineziológust felkeresni. Akkor érdemes segítséget kérni, amikor már úgy érzi az ember, hogy változtatni szeretne valamin. Tehát, hogy ott van benne az érzés, hogy most már valóban itt az ideje, nem érzem jól magam, szorongok, félek, haragszok, meg vagyok sértődve, nem bízom önmagamban, vagy akár fizikai problémáim is vannak, és úgy érzem, hogy elég, és szeretnék egy új választást, vagy szeretném ezt megváltoztatni, és hát ugye az ember ilyenkor valamikor jön, és nem is tudja, hogy merre van az irány, az a megoldás, de hogy időközben az oldás folyamán erre választ kap önmagától. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt. Ugyebár tudni kell a kineziológiáról, hogy Szlovákiában még nem egy elterjedt módszerről van szó, Magyarországon viszont már 97 óta a természetgyógyászathoz tartozik, és hivatalosan is elismert. Tapasztalatból mondhatom azoknak, akik még nem próbálták, hogy nem kell tőle félni, mert semmi olyat nem fog az ember hallani, amire még nem készült fel, vagy aminek a befogadására még nem alkalmas, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, és én kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt a módszert, ami neki beválik. A lényeg az, hogy amit önmagunkra szánunk időt, erőforrást, energiát, az mindig megtérül. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Jövünk még majd hasonló tartalmakkal. Kövessetek minket a YouTube-unkon, Szia Podcast csatornákon, Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Szia Podcast!